Töretlen a sikere az István a király székelyföldi nagyprodukciónak. Az államalapítás tiszteletére az idén ismét bemutatták a produkciót, mely hangzásban és látványban a tavainál erőteljesebbre sikeredett. Augusztus 20 és 24-e között újabb 5 alkalommal mutatják be a Sepsi arénában. Az előadásokra az összes jegy elkelt. Látványában erősödött, lendületében maradt, üzenetében pedig örökérvényű az István a király székelyföldi nagyprodukció, amely iránt az idén is nagy volt az érdeklődés. Az idén csupán 2 szereplőváltás történt, a színészek nagy része, a koncepció és a rendezés összességében változatlan maradt. Az előadás technikai szempontból viszont erősödött. Próbáltunk néhány technikai újítást változtatni, mint például a színpad szerkezet, a színpad keret, a fénytechnika teljesen egy megújuló látványparkkal van, illetve a hangbálásnál is figyeltünk olyan részletekre, hogy a nézők bármilyen szögben ülnek az arénába belül, optimálisan tudják hallani ezt az előadást és élvezni minden pillanatát. A 405 fős csapat, énekesek, előadók, táncosok, zenészek, technikusok és önkéntesek a magyar államalapítás ünnepét megelőzően 12 napra beköltöztek a Sepsi arénába. Az idén néhány jelenet tartalmát hangsúlyozták, illetve dinamikusabbá alakítottak egy-egy jelenetet. Idén az a könnyebb, hogy már kész van az előadás. Egy színész szempontjából az a nehezebb, amikor ki kell találni az előadást, a történetet, de ez tavaly megvolt, a tavaly nyár éppen ezért nagyon nehéz volt, hosszú volt, izgalmas volt. Ez a nyár is izgalmas, de már könnyebb, mert az előadás kész van, fel kellett újítani. A nagy produkció műsoron marad, jövőben is játsszák, szeretnék, ha Sepsiszentgyörgy védjegyévé válhatna. Az idei 5 előadáson összesen 13 000 néző élheti át az István a király rockopera nyújtotta egyedi élményt.